14 állandó bizottságot javasol az újonnan alakuló országgyűlésben a Fidesz. Ma délelőtt egyezkedtek a pártok arról, hogyan is nézzen ki az új parlament. A technikai kérdésekben sikerült megállapodni, de a bizottsági struktúra még nyitott maradt. Vendégünk Volner János. Nem ülök át. Na jó, ezt már akkor biztos, hogy megegyeztünk ebben. Szóval a Jobbik országgyűlési képviselő, mert hogy azt szerettem volna kérdezni, hogy mondhatom, hogy régi új frakcióvezető helyettes? Eldőlt ez már? Hát erről még nem beszéltünk a frakciók szintjén, de nagyjából ez lesz a helyzet. És marad Vona Gábor is frakcióvezető? Én biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy ez marad. Jó, akkor egy kicsit arról, nyilván az ilyen nagyon részletes vagy technikai kérdésekre nem vagyunk kíváncsiak, de mi az, amiben meg tudtak állapodni? Meg tudtunk abban állapodni, hogy a parlamenti pártok képviseletének arányában osztjuk majd el a különböző tisztségeket, a bizottsági helyeket, a különböző vezetői tisztségeit az országgyűlésnek, és ilyen módon egymás között osztjuk föl. Abba is nagyjából körvonalazódni látszik némi konszenzus, hogy melyek lesznek azok a bizottságok, amelyeket az ellenzéki pártok fognak majd birtokolni. Ezeknek az egymás közti eloszlása, ez már nyilván vitás lesz, illetve a bizottsági struktúrában több olyan kérdés van, ami még nyitott maradt, például az, hogy egy rendkívül fontos foglalkoztatás politikai területnek lesz-e önálló bizottsága, mint ahogy volt nem is olyan régen, vagy pedig beolvad ez is egy nagy bizottságba, a gazdasági bizottságban, ami rengeteg feladatot gyűjtött már így is magába. Amit nagyon fontosnak tartunk az, hogy a foglalkoztatás politika Magyarország egyik nagyon fontos sorskérdését öleli föl. Olyan kérdésekről kellene beszélni, hogyan lesz több munkahely, a meglévő munkahelyeken hogyan lesz nagyobb biztonság, hogyan lehet magasabb jövedelmet és magasabb termelékenységet elérni, és úgy gondoljuk, hogy egy rendkívül indokolt lenne ebben a helyzetben. Igen, mert a Fidesz azt szeretné, hogy minden a gazdaságot csak érintőlegesen is érintő kérdések egyfajta valóban a fogalmazott egy gigabizottságban legyenek, ez a gazdasági bizottság, és akkor önök meg valamennyi ellenzéki párt egyébként tudomásom szerint egy teljesen önálló foglalkoztatáspolitikával foglalkozó bizottságot szeretne. No, a pártok ma estig kaptak lehetőséget arra, hogy a bizottsági struktúrával és ezen belül ugye a személyi javaslatokkal kapcsolatban megtegyék az indítványaikat. Ha jól tudom, ön most onnan jön erről a bizonyos javaslattételről. Na mondjon akkor nekem valamit. Mit? Azt tudom, hogy két országgyűlési bizottsági elnököt és öt alelnököt szeretnének adni. Nézzük akkor a bizottsági elnököket. Mely bizottságokat szeretnének? Nemzetbiztonsági bizottságot szeretnénk megkapni. Ennek a vezetésére egy jobbikos képviselőt jelölünk. Kit? Mirkóczki Ádámot vélhetően, aki eddig is a Nemzetbiztonsági Bizottságnak tagja volt, ezzel foglalkozó szakpolitikusunk. A jelölt személyét nyilván később döntjük el, de Mirkóczki Ádámot látom ebben a pillanatban erre a leginkább esélyesnek. Nagyon fontosnak tartjuk. Bocsássa, meg ne lépjünk ezen túl a Nemzetbiztonsági Bizottság kérdésén. Ugye emlékeznek talán a kedves nézők is, hogy 4 évvel ezelőtt mi történt. Ugye először megállapodtak az MSZP-vel, mert ugye azért ezt... Hát hogy is mondjam, szokásjog szerint a második legnagyobb frakcióval rendelkező párt kapja általában a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a vezetését, akkor a szocialisták lemondtak erről, nekik jó lesz a Költségvetési Bizottság, majd az utolsó pillanatban azt mondták, hogy mégse, szó sem lehet arról, hogy a Jobbik vezesse, sőt, ha rajtuk múlna, akkor még nem is ülhetne jobbikos képviselő ebben a bizonyos bizottságban. Mire számítanak most ezek után? Hát szerencsére nem a szocialistákon múlik, ők kisebbségben vannak jelenleg. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a bizottságot meg tudjuk kapni, és ennek a vezetését jobbikos képviselő tudja végezni. Ez nyilván akkor is egy fontos törekvésünk volt. Egész egyszerűen azért, mert ezen a területen rengeteg a takargatni valója a Fidesznek is, és az MSZP-nek is. Most gondoljon arra, az ügynök múltat tekintve még mindig nem látunk tisztán. Nem tudjuk, hogy hány volt 3x3-as ügynök ül az országgyűlési képviselők között. Például a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetése erre is alkalmat adhatna, hogy nagyot lehessen előrelépni ebben a kérdésben. A baloldali pártokat tudjuk jól, hogy az Amerikai Egyesült Államokból finanszírozzák. Mi ezt a kérdést nagyon alaposan meg szeretnénk vizsgálni, hogy vajon az amerikaiak mit várnak el a pénzüktől, a baloldali pártoktól cserébe,
és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azt a fajta nemzetbiztonsági túlterjeszkedést, ami több kormányzati ciklusban, különböző botrányokban öltött testet, anyagi jellegű visszaélések, titkosszolgálati jellegű visszaélések, ezt visszájára lehessen fordítani, fel lehessen tárni ezeket az ügyeket, egészen az olajügyekig visszamenőleg a titkosszolgálati információk nyilvánosságát biztosítani szeretnénk, fel szeretnénk oldani ezeknek az ügyeknek a titkosítását. Az embereknek ezekben az ügyekben joguk van látni, hogy kik érintettek benne. Ha a politikai elitnek nincs ebben az ügyben takarkatnivalója, akkor semmi oka arra, hogy féljen a Jobbiktól. Mi lenne a második bizottsági elnöki pozíció, amit szeretnének? Hát egy nagyon fontos bizottsági elnöki pozíció nekünk az oktatás és kultúra területén az előrelépés. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogyha a kiművelt emberfőkre alapozzuk Magyarország jövőképét, a Jobbik ezt teszi jelenleg, akkor erre egy megfelelően képzett szakpolitikai koncepció. Akit javasolnak az oktatási bizottság. Majd későbbiekben meg fogjuk határozni, hogy ki lesz az a képviselőjelölt, többen is lehetnek erre a posztra. De mindesetre egy tény, hogy nagyon fontos terület az országnak, hiszen ha magasabb hozzáadott értékű tevékenységet szeretne ellátni valaki foglalkoztatottként, és ilyen módon jobban prosperálhat a gazdaság, több jövedelmet termelhetünk az országba, akkor el lehet érni egy jóléti fordulatot. Ahhoz, hogy ne butuljanak el az emberek, hogy ne legyen egy rendkívül alacsony, most már egyre inkább gyászos kép az országról külföld felé sem, azért, mert a különböző teszteken, legutóbb éppen a PISA teszten a magyar diákok rendkívül rosszul szerepeltek, ezeken a kulcsterületeken változtatni kell, illetve ezzel összefüggő kérdés természetesen az is, hogy a fiatalok gyermekvállalása hogyan alakul, hány gyermeket vállalnak. Most jelenleg 1,2 gyermek születik, kétszer ennyire volna szükség ahhoz, hogy egyáltalán a társadalom fenntartható legyen. Ez összefüggésben van a nyugdíjrendszerrel és nagyon sok mindennel. Tehát ezek kulcsterületek. Pénteken, ugye? Pénteken lesz a végleges egyeztetés és megállapodás a bizottsági helyekről. Addig folytatnak-e háttértárgyalásokat, akár a szocialistákkal, hogy ne fúrják meg ugyanúgy, ahogy megfúrták 4 évvel ezelőtt például a nemzetbiztonsági bizottság. Nincsenek most semmiféle háttértárgyalások. Pénteken lehet, hogy lezárjuk, lehet, hogy nem. Azért ez egy nagyon sok összetevős vita. 200 embernek a különböző helyeit kell megtalálni a bizottságokban, tehát itt nem, gazdasági bizottságban dolgoztam eddig, vélhetően ott fogok továbbra is dolgozni, eddig az alelnöke voltam, valami hasonló pozíciót látok el feltételezhetően, de ebben még nem döntöttünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmüket, közbeszéddel legközelebb holnap jelentkezünk, viszontlátásra, szép estét!